Kakaó kóstoló. Itt vagyunk az Evolutionnél. Hát hittünk, hogy borúlevi és jó fish. Nézzék meg itt Evolution, meg a Terrafrutiszt. Na milyen? Savanyú és nagyon finom. Ja, mint a C-vitamin. Annál édesebb azért. Egy kicsit édesebb, ja. Édes és savanyú keverék. De biztos van benne sok C-vitamin. És olyan, mint valami, nem tudom, valami fantaziból egy sárkány tojás. Nagyon menő, ahogy kinéz. Ja, jó. Meg na... Sárkány tojás kikelt, vagy mi lett? Meg nagyon kemény. Mújdúró. Mújdúró. Kotyog? De hogy kotyog? Mint haja itt valaki? Ki fog kelni? Na jó, itt vagy. Na, itt vagyunk Adrinál. Rég nem voltam, annyi 2 hónapja. December közepén költöztünk el a Fruithavenbe be. Gyönyörű kilátás. Gyerekek, lassan kell mozgassam a kamerát, és a zoomolás lassan. Milyen illatú vagy? Borószorongassat. Mit csinál? Hangyákra vigyázz! Lufatököt szorongassa, boró. Leve, ki is jött, már minek szorongattad. Nem baj. Na gyerekek, vettünk egy jackfruitot a tegnap a Terrafrutisztól. $5 mintha. Nem túl nagy. Már elég puha, ehető, úgyhogy felvágjuk. Így szépen hosszába. Így. Szétfeszíjük. Hú. Bába, hát ez mi van ezzel, hogy ilyen nehezen vágjuk teljesen, akkor végül is mindegy, hogy vágod, nem lehet ezt rosszul vágni. Utólag ki lehet szedegetni. Ah, bassza meg, ez elég szarul néz ki. Lehet, hogy túléled, de nem? Ha szerencsénk van, ezt szerencsénk van, crunchy lesz. Na nézzük, kóstoló. Úristen, de finom, jaj! Olyan, mintha valami finom rágógumit ennél. Nagyon jó. Magja van. Ezt hogy? Így? Ki? Szia, bányászod szét. És ez így? Ezt így? Csak a sárga részt egyed meg. Minden egyebet szedj le róla. A fehéret ne edd meg. És vedd ki ezt a ízét. Olyan, is. Mint egy hubabubás rágógumi. Ja. Vedd ki a beliből ezt a ízét. Jó, azt vedd ki, és a fehéret is, a héjai, szedd le a fehéret. Tőle megvadulok, olyan. Olyan finom, ó, Zsófi, ha ezt megkóstolod. Na, mindjárt. Hubabuba. Na gyerekek, hatalmas munkálatok folynak itt a tanyán. Hatan nyomjuk keményen. Lajos, tehát a WC-t épít. Itt lesz az első gyönyörű komposzt WC-nk. A többiek itt gyökértelenítési munkálatokat végeznek. Boró, hogy megy? Nagyon jó. Nagyon jó. Marci? Csodásan. Jó van. Ja, csináltunk egy utat fel a házig, le ide a bejáratig, a kapuig, meg a WC-ig, meg most Zsófival bővítjük az utat erre felé, a házikunk felé. Mit csinálsz, Zsófi? Gyökérkezelés. Ja, Levi ott fent van, egy kis szünetet vesz most, ő is az előbb itt írtotta a gyökereket. Ja, jól haladunk szerencsére, hogy nem nincsenek túl mélyen ezek a gyökerek. Ilyen 30-40 centi általában a mélységük. Ja, úgyhogy tisztogatjuk, van itt elég. Meg leszünk lassan. Juhuuu!
tartsd meg, Levi, ezt mert még nem biztos, üssek egy szeget gyorsan oda. Kérem szépen, ez dupla komfortos. Nézzétek, mit teszünk ma. Éppen készítek egy mángoldos, magyarós répafasírtot. Ilyet még sosem csináltam, viszont ilyen maradékaink vannak, úgyhogy ezeket próbálom összedobni, hogy megmentsem őket. Ezeket a szép mángold leveleket még bányoszban találtuk a helyi piacon, és nagyon kellene értük, úgyhogy ezt is belerakom. Úgy csinálom a répafasírtot, hogy apróra vágtam ugye lilahagymát, meg fokhagymát, kis gyömbért is lehet oda tenni, és akkor vízen megfárolni, és rádobni nagyon apróra vágott répacsíkokat, vagy kockákat, és akkor tettem még hozzá felvágott mángold leveleket. És majd, hogyha összefonyod a répa, akkor lehet tovább fűszerezni, illetve teszek még hozzá magyaró darabokat, ezt is apróra fogom vágni. Meg nyilván megsúzom, utóízesítem. És készül hozzá édes burgonya püré is. Ez a lila fajta édes burgonya, amit nagyon szeretünk. Ezt csak megfőzöm vízben, utána összetöröm, és lesz hozzáadva fokhagyma, kis lilahagyma, fűszerek, ízlés szerint, és igazából ennyi. Csinálok még egy kis guacamolit a megpuhult avokádókból, ahhoz adok paradicsomot, szintén egy kis hagymát, meg lime-ot. A lime-ot egyébként a fasírba is lehet csöpögtetni, biztos jót tesz neki. És főzök hozzá rizseket, amik megmaradtak. Jól látom, ez barna rizs, úgyhogy annak sokkal több idő kell. Ez meg fehér, úgyhogy nem lehet együtt főzni őket, mert mindjárt meglátjuk, hogy melyiket fogjuk megfőzni, lehet csak a fehéret, hogy hamarabb elkészüljünk. Na, kész az édes burgonya püré, a rizs, a guacamole és a répafasírtnak az alapja. Ezt összekevertem zappehellyel, ment rá fűszer, meg apróra vágott magyaró, és mindjárt kisütöm serpenyőbe. Nagyon szép a bőre. Ide jön hozzám. Gyere. Gyere. Nem menthet, ugye? Nem, nem. Úristen, nagyon szép vagy. Mosolyogj a kamerába egyet. Milyen jól mozog. Megjöttünk. Le tudod venni is? Vigyázz, hogy lehet. Ez egy teknős béke. Áldás. Ja, ez a fiola, ugye? Fiola. 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 Visto? Visto? Thank you.
gyerekek, ma csúnya időnk van. Egész nap esett az eső, elkezdtem a réjjel. Ugye, kicsit dolgoztunk délelőtt. Neki álltunk ott WC-t csinálni, gyökereket szedni ki. Na mindegy, csak a kaját akartam megmutatni. Ma káposztás tésztánk lesz. Hagyományos. Magyar recept, egyik kedvenc kajám. Hatalmas fejkáposztából készítettük. Azt elfelejtettem levideózni, de mind a fazék akkora volt a káposzta. $1.50 vettük Galakizába a piacon. Nagyon nedves volt, úgyhogy órákig kellett főzzük, amíg elmegy a víz róla. Róla belőle. Két csomag tésztát főztünk melléje. Hát tudom, nem ilyen szoktak a káposztás tésztát, de most csak ilyen volt spagetti. Két csomag 400 g-os tészta. Na, úgyhogy $2, $4, $5, $5 vagy $6 öten jól lakunk. Hatom, mert a Lajos is itt van. Ott üldögél szegény, várja, hogy álljon el az eső, tudjon visszamenni dolgozni. Na, össze is kevertem. Így néz ki. Még egy kis borsot lehet le... Tettünk egy kis sót, kis borsot. Én extra borsosan szeretem. Őrölt fekete bors. És egyéb erre nem is kell. Egyszerű két összevetevős kaja. Jó étvágyat! Na, menegetünk be itt a faluba. Egy döglött kígyó az úton. Szegényt valaki ketté vágta. Macsétával, gondolom. Ez milyen, be tudjátok-e azonosítani? Gondolom mérges kígyó, mert ilyen rombusz alakú feje van. Este raktunk egy kis tűzet, tábortüzet. Itt üldögéltünk öten. Maradt még annyi szén meg fa, hogy reggel összekotortam a bottal. Még begyulladt. Ami jó, már gyökereket kell még égetni itt ott, és akkor viszik át egy lapát, szenecs, könnyebben begyúl a tűz. Jó reggelt! 7 óra körül van. Február vége felé 26 hét lehet, ma nem is tudom. Na és végre van áram a házikunkba is. Nézzük meg. Hát ideiglenesen ugye csak egy hosszabbítóval. Szia, Zsófi! Mit szereltél veled? Hát a fényeket. Minden feldobnak. Aha. És nagyon jó, mert visszaismeri a bádog, és így még ünnepibb hangja. Csillog, villog. Februári karácsony Ecuadorba. Hát, kicsit olcsó, de... Jó van, de nekünk tetszik, hangulatos. Jó van, az úgy.